Ezentúl új térköveken szaladgálhatnak a jókai diákok. Az iskolában két fejlesztés is befejeződött, az egyik az udvart érintette. Most leburkoltunk, egy igazán normális európai körülményeket tudtunk kialakítani az udvaron, ami nagyban hozzá fog járulni a gyerekeknek ahhoz, hogy legyen kedvük jó időben, rossz időben kimenni, és a szüneteket valódi mozgásra, szabadidő eltöltésére használni, esetleg még a tornaórák egy részét is meg lehet tartani a szabadban az udvaron. A másik fejlesztés a bejáratnál történt, ahol sok bajt okozott a lépcső. A bejáratnál pedig a lépcsőket lehetett kiváltani, ami szintén sok balesetet okozott, hiszen a letöredezett széle és közvetlenül az ajtóba torkollása a lépcsőnek sok gondot okozott, főleg a kisebb gyermekeknek, az alsótagozatos gyermekeknek. Ez is megoldásra került, de van még bőven mit tennünk, hiszen a padok, a játékok az udvaron és minden egyéb még várat magára, hogy felújításra kerüljön. Feladat még bőven van, de a most befejeződött fejlesztésnek is örülnek az iskolában. A gyerekek örülnek, jókat szaladgálnak, sokkal kevesebb az ott az eleséses sérülés, a többi, tehát jobb. Úgy tűnik tehát, hogy az összesen 5 millió forintos beruházás már most megtérült.